akkor többet itt. Most, most, igen. A család egyik barátjának meghívására érkeztek Balaton szárszóra a Mártonikrek. Dorogi Sándor és Mártonék még teneri féről ismerik egymást. Az olimpia alatt Sándor is nyomon követte a fiatalok szereplését, majd Viviana sikere után azonnal telefont ragadott. Végig néztem az előbecseket, elődöntőt, mindent, és teljesen el voltam hűlve, hogy hogy lehet valakiben ekkora hatalmas akaratérő, szívóság, kitartás, megszállottság, hogy eljut az olimpiáig, az olimpián pedig az aranyére még. Ez olyan megható volt nekem, hogy villámgyorsan hívtam a papát, azonnal, hogy ez igaz, ez létezik, ez megtörtént, és hát Zsolt is boldog volt, hogy telefonon egyből utolértük egymást, és akkor mondtam is, meg írtam is a Facebookon, hogy nekem óriási öröm lenne, ha a két lány személyesen is megölelhetném. És így jött ez a mai találkozó, élőben itt ülünk egymás mellett, a kertben, egy nagy fa alatt, és a boldogságtól ordítani tudnék, mint olyan a nagy sláger mondja. A mártonikrek már nagyon korán elhatározták, hogy a tékvandó lesz az a sport, amit választanak, és amit csak lehetséges, szeretnének belőle kihozni. Csodálatos volt nekünk ott lenni, mert az olimpia egy ilyen másik világ, ahol csak a legnagyobb sportolók vannak ott, és kimenni a, a szobából, és csak ott, lenn, ott sétálnak melletted a világbajnokok, meg az olimpia bajnokok, hát az fantasztikus. Olyannyira profin, hogy Luanna tavaly 17 évesen világbajnok, Viviana pedig az idén olimpiai bajnok lett. Az olimpiai falu és maga a Millió meghatározó élmény volt a lányok számára. Mi 7 évesen kezdtük, tenerife Fén, és utána, amikor már többször mentünk ki versenyekre, 12 évesen úgy döntöttük a szüleimmel, meg mi, hogy ki, ki kell ki fogunk költözni Madridba hogy tudjunk menni az olimpiára, és hogy tudjunk fejlődni. És ott, amikor kikéltöztünk, akkor már tudtuk, hogy, hogy itt van lehetőség, és hogy már profint csináljuk. Persze a sikerért meg kell dolgozni, naponta kétszer két órát edzenek, mellette szabad idejük nem nagyon marad, hiszen még tanulmányaikat is folytatják. Szeretik ezt az életet, határozott célokat tűztek ki maguk elé, amelyet végig is akarnak csinálni. Mint mondják, egy percre sem bánták meg, hogy élsportolók lettek. Igazából nem, soha nem gondoltunk ilyet, mert igazából mi nem arra koncentrálunk, nekünk nem érdekel annyira, hogy most hétvégén kimenjünk bulizni. Mi nem, nem, ez a célunk. Mi az a cél, hogy a, ebben a kevés idő, ami mi sportolunk. A, igen, ahol sportolunk, ezt megcsináljuk százszázalékosan, és majd utána, amikor majd végzünk, majd lesz időnk. De most még nem. A lányoknak még egy hét szabad idejük van az újabb edzések kezdetéig. A Balatonnál már többször is jártak, szívesen kapcsolódnak ki a Magyar tenger partján.